Katona 40, 40 éves, a Budapesti Katona József Színház. Ennek apropóján egy jubileumi beszélgetés sorozatot indítunk el. A társulat tagjaival, elsősorban színészekkel és rendezőkkel beszélgettünk. Ez egy könnyed diskurzus az elmúlt 4 évtizedről. Nevetünk, sírunk, tényleg szó szerint is sírunk bizonyos pillanatokon, illetve próbáljuk feldolgozni mindezt a rendkívül gazdag múltat. Máté Erzsi magázott a mauzóleumban. Ott tetszett neki az alakításom, ott meg tegezett, Takikám, mi van a fiaddal? 132 változtatást csinált a Viktor az alatt a próba alatt, hogy megy este ügymutatásokban nézzük meg. Te kérted, hogy ez egy kötetlen beszélgetés persze, legyen, ez, a jó. Ez most az. Engem ez érdekel. Angyal, akkor Taki, te szoktál angyalozni? Szoktam, csak más jelent. Most színészek a beszélgetőtársak. Szevasztok! Takácsi Péter 1993 óta, tehát 30 éve tagja a társulatnak. Ez komolyan, ez kér egyet! Rezes Judit 2001 óta, tehát ez is 22 év, gondolj bele, 22 éve erősíti a Katona József csapatát. Itt van Mészáros Béla, aki 2003 óta tag, tehát ő is 20 éve. Na azért a 20 év, az nagyon komoly. Most mindenki. Mindenki most már nagy öreg. És itt van Jordán Adél, aki 2006 óta tagja a színháznak, tehát akkor 17 éve. Még kisfia. Te vagy ő a kicsi a csapatban, ezek szerint? Tehetek, azért döbbenetes kimondani ezeket a számokat. 30 év, 20 év. Egyrészt alig változtok, de tényleg? Hát jó, mindenki úgy érzi, hogy sok minden történt már, de mégis valahogy olyan 5 perc volt az egész, nem? Kezdjük vele. Te mire emlékszel, amikor katonás lettél? Mi az, amire nagyon büszke voltál? Hát az, hogy ide szerződhettem, arra nagyon büszke voltam. Ide tartottál? Hát itt voltam gyakorlaton 91-től, és amikor fölajánlott a Zsámbéki Gábor, hogy ide szerződtet, az fantasztikus élmény volt. És milyen korszak volt akkor? Ezt meg tudod fogalmazni, hogy a katona épp hol tartott? Ez ugye a rendszerváltás utáni időszak, igen. Egy rendkívül izgalmas történelmi helyzet. Ez még a régi nagy társulat volt, tehát akikkel a világ... Az alapító tagok. És akikkel a világot is bejárta a színház. És befogadtak egyből? Befogadtak. Kíváncsiak voltak. Egy kicsit teljesíteni is kellett, az az igazság. Tehát, hogy akkor azért úgy megnézték az embert, hogy mit tud. De ahogyha elfogadták, akkor... Máté Erzsivel volt egy kis történetem. Az egyik előadásban, a Ma este improvizálunkban, ott... Sajnos nem tudtam megoldani a körülbelül 3 perces szerepemet. Az volt a feladat, hogy kijöttünk Hamon Péterrel és Tóth Józseffel egy kocsmából, és ott pisiltünk, és közben nevetni kellett, és egyszer 4 órán keresztül próbáltuk ezt a nevetést. És innentől kezdve soha nem sikerült ezt. Tehát ezt nem tudtuk megoldani. És Máté Erzsi magázott, és jó napot kívánokkal köszönt a Ma este improvizálunknál. A mauzóleumban ott tetszett neki az alakításom, ott meg tegezett, Takikám, mi van a fiaddal, hogy vagy? Ez egy ilyen időszak volt. És később, ugye te kicsivel később érkeztél, te az akkori társulatot hogy láttad? Én nagyon, nagyon vágytam ide, és az az érdekes, hogy nekünk van egy belső körünk a Takival, a Rajkai Zolival, így hármasban, mert mi egy picit ilyen kívülállók vagyunk. Mi Szirtes Tamás osztályból jöttünk mind a hárman. Igen, ugye régen, meg most is mindig az volt az út, nem, hogy vagy az Asher Tamás, vagy a Zsámbéki Gábor volt általában. Az, aki mint óraadó tanár ide hozta az embereket, igen, a főiskolára. Igen, aztán később a Máté Gábor is, igen. Úgyhogy nekünk van egy ilyen belső körünk, és én is már negyedikben, igen, főiskola negyedik évében már itt gyakorlaton voltam. Nagyon különleges volt, meg nagyon imádtam itt lenni. A szerződtetésem az nem volt annyira egyszerű. Felhívott negyedikbe a titkárság, hogy akkor kapcsolom Zsámbéki Gábort, és akkor köpni nem tudtam, mert mi nem
találkoztunk, vagy nem is ismertük egymást, és akkor mondta, hogy szeretné, hogyha bemennék az irodájába, hogy eljönnék a színházba, és akkor megbeszélnénk valamit, és akkor mondta, hogy több helyről engem ajánlottak neki, és hogy kellene egy fiatal lánya a Tártűvbe. De azért látott ő is valamiben? Azt nem tudom. Nem ez mindig egy érdekes szépen, több helyről ajánlottak. Igen, tudom ki maga, de... Igen, mert én musical, operett musical osztályba jártam, és nem nagyon jártak oda nézni a prózai osztályból minket, úgyhogy nem tudom, tehát szerintem csak ő így kíváncsi volt, hogy akkor ha azok az emberek, akik megbízik bennük, akkor tényleg mit ajánlatnak, és hál' Istennek jó volt nagyon a munka együtt, meg aztán ott rögtön a Zsoltérral is csináltunk egy előadást, még így negyedikbe a Bakánsnőket, és akkor az volt, hogy mondta a Gábor, hogy bár nagyon szeretne, de nem, nincs most státusz, és akkor mondtam, jó, akkor mondta, hogy majd ilyen darabokra ide azért mindenképpen szeretne velem dolgozni, és akkor én elmentem az operába, a Denevért próbálni, és akkor mondtam a Zsámbékinak egyszer, hogy én ezt csinálom, és mi januárban el fogunk menni egy hónapra a Denevérrel Japánba. És akkor mondta, hogy jó, akkor most majd mondjam meg ott, hogy nem mész, vagy hogy nem tudok menni oda, és akkor így leszerződtetett. Nem mentél Japánba? Hát így nem. Így maradtam, igen. Egy másik kaland kezdődött el az életben. Igen. De nem bánod? Nem, de azt a Denevért a Szinetár tanár úr rendezte, mai napig emlegeti, hogy két színésznő mondta vissza az ő szerepét, az egyik maga lánya volt, a másik meg én. Ja. Béla, te emlékeit hogyan tanulnak fel az emlékeit? Hát nekem nagyon sok csodálatos emlékem volt. Most csak beugrott. Neked könnyű volt ide az utad? Igen. Nem, egyébként szerencsém volt. Arra emlékszem, hogy most csak beugrott, hogy amikor megnéztek minket, csináltuk a Platonovot a főiskolán, és akkor egyik előadásra jött az Ernő, mondom, ti mit mondta, Fekete Ernő, Asher Tamás, Máté Gábor, teljesen panáztunk, hogy úristen, most mi lesz, hogyha megnéznek minket, és később, jó sikerült szerintem, vagy jó előadás volt, és később feléptünk valahol az osztályal, már nem tudom hol, nem emlékszem rá, de ott félrehívott engem a Máté Gábor, és mondta, hogy nagyon szeretnénk, hogyha jövőre akkor ezt a gyakorlatot nálunk kezdenéd el. Hát én teljesen kész voltam, nagyon boldog voltam, hogy mentek. Még jött az Iván akkor, még meg az Anna, Fenyő Iván és Szander Anna, hárman jöttünk ide, és mint első emlék beugrott két elég meghatározó, mert csináltuk a Dosztojevszkitől Félkegyelműt, és hát kínlódtam a szerepem, mert nem volt könnyű. Volt egy ilyen nélkülözhetetlen magyarázatom, ami legalább egy ilyen 10-15 oldal volt, amit fel kellett olvasnom, úgyis egy ilyen nagy volumenű darab, ugye, nagy regény, és amit csinált belőle a Gábor, szerintem nagyon jól sikerült, legalábbis nagyon szerettem, és a főpróba hét arról szólt, hogy kínlódtam ezzel, próbáltam elmondani, próbáltam gyakorolni ezt a szöveget, szerintem nem volt rossz, csak olyan bemutató előtt egy két nappal a Gábor így felhívott, vagy volt megbeszélés, és mondta, hogy hát igazából annak szerintem ugye 80%-át ki kéne húzni, vagy a 90%-át, lett belőle egy két oldal. Én teljesen összetörve ültem a büfében, és akkor a Ernő próbált engem így vigasztani, hogy igazából ne aggódjak, ez nem miattam van. Tehát mint egy ilyen, úgymond kolléga már mondta, hogy akkor nyugodjak meg ebben. Meg a másik, ami nagyon emlékezetes volt, az az, hogy pont ebben a darabban készültem a jelenetemre, és a Hauman Péterrel mentünk be együtt. És ennek előtte még volt egy nagyobb jelenete. És próbált, és szerintem fantasztikus volt benne, és megállt a takarás, mi rám nézett egyszer, és mondta, hogy ez nem megy nekem, nagyon rossz vagyok. Én mit csináljak? Megkérdezte tőle. Hauman kérdezte tőle. Igen, pillanatban a takarásban. Még nem tudom, hogy egy éve voltam, akkor megy, vagy akkor még főiskolás volt. Mondtam, nem tudom, szerintem jó. Szerintem ez így elég jó. Mit mondjak Hauman Péternek? Szerintem nagyon jó lesz. Adél, hát neked az egész életed kiskorodtól a színház jegyében telik. Hogy lett ebből katona? Ja, azt írtam a naplomba körülbelül 10 éves koromban, hogy Kaposváron akarok lenni csoportos szereplő, és ez azért volt így csopi, tehát hogyha nagy leszek. És ez azért volt így, mert a közösségnek a szelleme az ott nagyon erős volt Kaposváron, és ők adták a magját, vagy az ízét az ottani előadásoknak. De te ott éltél, akkor te is ott én voltál? Igen, én 10 éves koromig ott éltem így közöttük, meg velük, be is rohantam tömegként, meg kirohantam. És akkor a következő színházi történet az életemben az már Zalaszentgurót volt, mert nagyon sokáig nem engedettek a szüleim semmi ilyesmit csinálni, szerintem utólag már úgy gondolom, hogy nagyon jól tették.
és Zalaszentgrót volt, ahol a Jucit is megismertem többek között, és az Asser Tamáshoz mentem én is, és ott volt az, hogy úristen, én is ezt, tehát most már biztos, hogy ezt szeretném csinálni, és akkor pont volt egy olyan szerencsém, hogy a Paul Úr című Halman Péterrel a főszerepben darabot rendezte az Asser Tamás itt a Katonában, én akkor 17 éves voltam, és ide hívott egy ilyen kis fogyatékos kislány szerepébe, és szerintem borzasztó voltam benne. Szerintem használhatatlan és alkalmatlan, és én magam éreztem, hogy én alkalmatlan vagyok erre a pályára. Egy ötletem nem volt, semmi nem volt, itt voltam így lemerevedve, a Fekete Ernő volt, még olyan a Pelsőci Réka, a Lukács Andor és Halman Péter, tehát egy ötszereplős darab így velem együtt. Lukács Andor adott egy jó instrukciót nekem is segítséggel, hogy mit csináljak a Halman Péter cipőjével, aki ő volt a Paul úr. És akkor az úgy kicsit megmentette a helyzetemet, de igazából nem tudtam se gondolkodni még, sehogy. És akkor a főiskolára a Máté Gábor osztályba jártam, a Bélával együtt, ott tulajdonképpen ez nekünk egy nagyon jó kis osztály volt, és akkor amikor őket, hármójukat kiválasztották, az engem akkor nem választottak ki, hogy ide kerüljék, és nagyon fáj. Azért egy törés ilyenkor? Rossz volt, de megértettem, mert én nagyon rosszul dolgoztam negyedikben. Valamiért egyáltalán nem figyeltem oda. Ahogy az első 2-3 évben nagyon, és rajta voltam a dolgom, valamiért negyedikben nem éreztem annyira, és elengedtem a dolgot. És akkor ide kerültek ők, én meg Egerbe mentem le, aminek én annyira örülök utólag. Uh-huh. Az mindegy is, mi értem az Egri társulat. De hogy ott nagyon sok mindent megtanultam, gyerekdarabokon, zenéseken és mindenen át. És akkor valahogy az történt, hogy pont a Szantner Anna elment a színházból. És hogy akkor engem, hogy ugorjak be az Ivanovba, meg még sok szerepbe a helyére. És akkor mondták, hogy ha már ennyi szerep van, akkor amibe be kell ugranom, akkor már szerződjek ide, mert lehet, hogy egyszerűbb. És én mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de én nekem most ki kell kísérnem a barátomat Amerikába, aképpen színészként Amerikába próbál szerencsét, úgyhogy nem jövök ide. Egy évig ott ültem, vagy hát egy fél évig a tengerparton, meg jogázni jártam. Meg, és így ültem, hogy mi az Isten csinálok? Ott mennek az előadások, meg azt mondtam, hogy nem vagyok normális. És akkor, úristen, nem ugye abba hagyom, de hogy abban az időben angyaloztam sokat, így ilyen spirituális ilyen dolgokat. Angyaloztam sokat? Ez milyen jól lagzik? Angyalokkal beszélget, vagy angyalokat kérdeztél meg? Na, hogy Tilla, te kérted, hogy ez egy kötetlen beszélget. Persze, de ez a jó. Ez most az. Engem ez érdekel. Angyal. Akkor, Taki, te szoktál angyalozni? Szoktam, csak más jelent, mint az. De a Juci már angyalozott vele. De az mit jelent? Angyaloktól kérdezünk? Olyan, mint egy tarókárt, vagy valami megkérdezünk? Mondjuk azt, jó, hogy taró. Jó, és mondjuk az angyal mit mondod? Hát azt mondta, hogy nyugodjak meg, mert ide fogok szerződni azért. Végül valahogy ide keveredtem újra, és nagyon-nagyon boldog voltam, és onnantól kezdve megbecsültem már ezt az egész dolgot, hogy itt lehetek, mert egy olyan, én akkor azt éreztem, tehát én színházi közegben nőttem föl, tehát nekem annyira nem állnak távol tőlem a nagy színészek, sőt. Hát igen, de hogy... adódik egy kérdés, hogy te életedben nem jelentett ez hátrányt? Nem az van, hogyha két híres színész a szülő, akkor valójában az egy nehezebb út? Hát... Nem tudom, mert engem átvitt a színház, meg a játék szeretete, minden ilyesmit, tehát annyira nem törődtem ezzel, mert nagyon, ahogy ide kerültem, annyira elkezdtem lubickolni, és nagyon jól éreztem magam. Ezt szoktam is mondani, hogy olyan a Katona társulata kicsit, mint egy puzzle darab, és tényleg az van, hogy vagy odaillesz, vagy nem, és ez nagyon hamar kiderül, vagy az első évben már kiderül. Készültünk hangbejátszásokkal, mutatunk részleteket, fel kéne ismerni, hogy ki az, aki megszólal, és akkor utána megmutatjuk a képet is. Jó. Kimegyek az erkélyre. Padél. Ez gyorsan ment. Ez ott a pont. Ez mi? Milyen? Ja, de beleszültem. Nem emlékszel? Igen. Nem. Meg lehet hallgatni? Még egyszer, bocsánat. Még egyszer hallgatni? Csak már nem tudjuk, hogy mi. Nem szólunk bele. Nem verseny. Kimegyek az erkélyre. Megnézem elég tiszta a levegő, hogy lemászhasson az utcára. Jó, én tudom, ti nem tudhatjátok. Vagy, nem tudhatjuk? Hát miért nem tudjuk? Itt volt! Itt volt! Ez a háztűznéző, nem? Nem, vele! Ezer kéne? De Vasár. Nem.
Nem tudom. Nem. Komolyan. A rendezés? Igen, a rendezés Máté Gábor. Máté Gábor rendezés. Ha azt mondom, hogy 2009-től ment 5 évig. Igen, és az éjséggel ment párhuzamosan. Abba voltam, azért nem látok. Igen. Nem lehet, hogy... Hát csak láttad. Ha biztos láttam, gondolom. Nem voltál ebbe. Zenés is volt. Ja. Megnézzük. No, Ervin, igen, akkor az Ervin... Csoki katona. Csokoládé. A hős és a csokoládé. Majd megnézzük képpel is. Kimegyünk az erkélyre, megnézem, elég tiszta a levegő, hogy lemászhasson az utcára. Amit azt mondta, azon szeretsz a tornát. Várjon, megvárjon. Nem, nem tudok, nem bírok. Ha belekülök, már szétülök. Szedje össze magát! Oly, olyan hajjához, hogy gratulálj. A végén ki tudja, hogy mi lesz. Olyan kis álma, el van csigázva, mindenki tette, csicsi a tenni. Milyen emlékek törnek fel ebből? Ez már nagy szerep volt, ja. Hát itt végig a színpadon vagy. Igen, levenném azt a papucsot, ha most játszanám. Miért? Mert kopikázok össze-vissza, de ennyi. Ez csodálatos. Volt. Ezt én nagyon-nagyon szerettem. Ebben én lubickoltam, nagyon nehéz is volt a Gergővel az első része, aztán pedig egyre jobban dúsult az egész, meg igazából nekem ez az első nagy szerepem volt, amivel a Gábor a bizalmával ajándékozott meg, és ezért nagyon hálás, Máté Gábor a bizalmával ajándékozott, nagyon hálás vagyok neki. Könnyű próba folyamat volt, vagy könnyen megtörtént az előadás? Ez igen, ez mindenki nagyon szerette, és hát a nézők is, ez egy ilyen... Ez 5 évig ment? Igen, sokáig, évig, igen. Sőt, én innen elmentem szülni, akkor Péterkat átvette a szerepet, és aztán én még vissza is vettem. Úgyhogy ez sokáig. Mi az, amit nagyon szerettél benne? Azon kívül egy nagy feladat, és nyilván a színészek szeretik, amikor van feladat, de... Ezen kívül a partnereket, vagy magát a darabot? Ez engem így nagyon az akkori énemet, vagy amilyen én voltam, nagyon eltalált, vagy erre mondják, hogy pofán csapott a szerep. Tehát, hogy én ebbe tényleg úgy érzem, hogy lubickoltam, tehát azt nagyon szerettem, meg nagyon sok mindent megtanultam vele, mert eléggé jól kellett. A mondatok is valahogy olyanok voltak, hogy úgy meg kellett tanulni vele fogalmazni, meg íveket gyártani. És hát a partnereimet nagyon-nagyon szerettem, a két férfit is, aki körülöttem volt, az Ervint és a Gergőt. Nagy Ervin nekem nagyon hosszú ideig sokszor volt partnerem, és nagyon szeretjük egymást a mai napig. Nézzük meg még egy hangbejátszást, ez egy teljesen másik lesz, vagy hallgassuk. Na, férjük már régóta. Mert általában nem vagyok hozzá. Ezt mindenki tudja. Hát ezt mindenki tudja? Igen. Nyaralás. Nyaralás? Milyen értelme? Nem a nyaralás. Jó, azt hogy viccelsz. Nyaralás, és azt hittem, hogy viccelsz. Milyen nyaralás? Ment egy nyaralás című előadás is. Tudom, de én azt hittem, hogy most teljesen más. Én azt hittem, hogy a nyaralásból van. Nem. Ez én vagyok, és a Lederának eltűntem. Ez hogy meg is nézzük. Igen. Mert ő általában nem kezdődnek a Bodó jegyek, nem? A Bodó Színház sajátosságai. Na.
Az össznépi megörülés azóta is Bodó Viktor rendezőnél. Mire vagy kíváncsi ebből? Mert most kinyitottál egy kis többen is vagytok. Mindenkit érint, az előbb említett Ervint is. Szerintem 2005. Vagy 8. Már nem emlékszem pontosan, Bodó Viktornak ez az első nagy rendezése a Katonában, vagy volt előtte? Volt előtte. Volt előtte. Motel volt az első. Motel, de ez nagyobbat szól, ja. Tehát ez az, ami igazán nagyot szól. Hát, ha mondhatjuk azt, a motel az megbukott, nem? Vagy valami olyasmi lett, bár az egyik kedvenc előadás. Én nem játszottam benne, de én imádtam. Úgyhogy, ja, és akkor utána jött a Ledarálnak. Ledarálnak el. Ledarálnak eltűntem. Franz Kafka, Kafka per átirat. Ugye? Ez egy nagyon nagy hatású előadás volt. Igazából a színházról való gondolkodást változtatta meg, és nem csak Magyarországon, hanem Európában is, mert rengeteg helyen voltunk vele. Lengyelországban biztos emlékeztek, lejátszottuk az előadást. A nézők megvárták, amíg mindenki lefürdik, átöltözik, és mikor mentünk kifelé, fölálltak, és két népdalt elénekeltek, hogy ők is megajándékozzanak minket valamivel, mert akkora élmény volt nekik. És tulajdonképpen szerintem a dramaturgiai gondolkodást is megváltoztatta ez az előadás. Hát igen, Bodó Viktor egy Európa hírű, vagy lehet, hogy azt is mondhatjuk, hogy világhírű rendező ezeknek az előadásoknak köszönhetően is. Mi ezt még ugye a kamrában mutattuk igen. be. Igen. És akkor és nagy színpad lett belőle, aztán nem? Igen, az igen, vannak ezek az előadások, amik fölküzdik magukat a nagy színpadra. Nem igen, az egy ilyen rang? És egyszerűen az egész, amit ott csináltad, még a bemutató előtt 2-3 nappal voltak olyan jelenetek, amik egyáltalán, vagy a második felvonás nem is volt kész. Éjjel-nappal benn voltunk. Szerintem olyan hit volt mindenkinek, olyan akarat, meg olyan erő volt a Viktorban is, meg amit átadott nekünk, hogy nem volt olyan előadás szerintem, amire nem 1000%-kal mentünk volna be. Mivel amikor elmentünk külföldre, pont a Zoli, a Rajkai Zoli, felírta egyszer, hogy előtte mindig lejárjuk ilyenkor külföldön, hogy megnézzük az egész helyet, hogy be tudjuk járni, belakjuk a színpadot, és felírta, hogy 132 változtatást csinált a Viktor az alatt a próba alatt, hogy majd este úgymutassukban nézzük meg. Tehát be tudtátok ezt tartani? És ezt próbáltuk ezeket megjegyezni, és tényleg mindenki ennyire rajta, de az egész szerintem ez tényleg egy... Igen, most a nagy szavakat használva, amit a Taki mondott, az egyáltalán, az abszolút így van, hogy olyan mértékben változtatott meg mindent, és annyira szerettük ezt az előadást, olyan jó volt játszani, és olyan élményeket szedtünk össze külföldön, ahol voltunk. Tehát, hogy például amikor vártak minket, amit mondott a Taki, volt olyan is, amikor mi az Ervinnel csináltuk egy úgymond, hát akrobatikus nem nevezném, de mégis begyakorolt ilyen torna gyakorlatokat, amit ugye próbálgattuk, vagy tanulgattuk hetekig. Bemutattuk, és akkor egyszer kimentünk, és ott nem tudom hol, hogy Frankfurtba, vagy valahol Strasbourgba. Volt egy hatalmas buliat az ott élő emberekkel, színészekkel, és egy két srác megcsinálta utánunk. Vagy ő itt leutánzott minket utána ott a buliban, miközben már be voltunk. Kicsit nyomban játszottunk, és de tényleg elképesztő volt. Mentünk volna Japánba is, csak azt mondom, hogy na, Japánba kell! Itt végre eljutottam volna. Hogy egyébként ez az, ahogy a Viktorral dolgoztunk, az mindig valami másféle színészi jelenlétet kívánt, és nagyon sok játékosságot igényelt. Tehát ő tényleg ez a 103 változtatás, tehát tényleg azt mondja, hogy gyere be, és mondd valamit, és árad belőle. Szóval mindig eszébe jut valami ötlet, és azt iszonyatosan lazán kell tudni venni, és azonnal csinálni, tehát tényleg, mint a játszótéren, és erre ez a csapat nagyon alkalmas volt. Én ebbe beugrottam, tehát én ezt először csak kívülről néztem, és akkor az volt minden álmom, hogy ebbe belekerülni, szóval nagyon... Hát ez biztos, hogy a Katona József Színház elmúlt 40 évében több olyan pillanat is volt, amikor a színház világszínvonalú produkciót tudott csinálni. Ezt igazolták ugye a nemzetközi díjak is. Szerintem ez is egy ilyen pillanat volt, ez a Ledarálnak eltűntem előadás. De meg tudjátok azt fogalmazni, hogy ez a típusú színház, ez mitől volt erős? Tehát attól függetlenül, mert most ti mondjátok, hogy személyesen milyen jó volt benne részt venni, de egy kicsit külső szemmel nézzük, akkor ez miért volt egy nagyszerű színház? Bármiről, bármi eszébe juthatott Viktornak, és akkor azt azonnal meg is csináltuk. Tehát egy mondat egyszer csak kinyílik egy egész világ belőle, majd visszatérünk a történethez. Igen. Van egy nagyon erős alapanyaga, és talán én nem is dolgoztam még előtte úgy, hogy ne ennyire így a darabot csináljuk meg, hanem volt egy nagyon erős alap, és akkor abból a Viktor
így elszállt, és akkor csináltuk a műtét. Igen, mert ezek nem precíz Kafka előad, tehát itt a Kafka is egy olyan kiinduló pont, amitől nagyon erősen eltér mindig. Igen. Hogy ugye a színház is ezzel játszik, hogy nem a valóság, de olyan, mintha, és ezt valahogy a Viktor még emelés, még abszurdabbá teszi, hogy semmi, de mindenről, amiről egyszer csak azt hiszed, hogy a realitás kiderül, hogy az sem az, és így megyünk látomásokból, látomásokba ugrunk. De akkor ez egy abszurd színház. Ez egy nagyon másik véglet mondjuk a 80-as évek elején elhíresült, realista Katona Persze. József színházhoz képest. Na nézzünk egy másik hangbejátszást. Kinek lesz ismerős? Én eredetileg gyermekpszichológus vagyok. Meg is jelent két könyvem. A gyermekkori agresszió és alvászavar témakörében. Na, te leszol. Szerintem az a taki. Na, de miben? Hát én szerintem tudom. A... Ja, akkor a... Hát vagy a Top Dogs. Vagy. Akkor a Top Dogs. Vagy a Dog Tops. A Top Dogs vagy a Dog Tops. Nézzük meg képen, ilyen stimmel. Igen, igen. Én eredetileg gyermekszínűs vagyok. Patrik! Ilyen cuki hajad volt. Cuki vagy. A gyermekkori agresszió és alvászavar témakörében. Egyébként én is vezettem ilyen megbeszéléseket, gyereket meg az igaz. Na, Top Dogs. A színház egyik legsikeresebb előadása, tehát benne van azt hiszem a top 5 legtovább játszott, legtöbbet nézett darabba, mert hogy ezt 415-ször játszottátok. Csak a portugál előzi meg. 16 évig ment. Igen. Én azt hittem, úgy fogok meghalni, volt benne egy szöveg. Top Dogs-ba még lejátszod, és utána vissza. A színpadon fogok meghalni. Én azt gondoltam, hogy volt egy olyan szövegem, sokat improvizáltunk bele, és akkor ezek így bele is kerülnek, hogy elcsendesedsz, kezdem. És itt akartam meghalni. Igen. Tehát, hogy ez milyen szép. És tényleg így, hát beleöregettünk azért ebbe. Eredetileg 50-esekre volt írva, de és még 20 évesen kezdtük, ugye? Tétek le. Nem tudom, 16 év után. 16 év után. Nem, tehát, hogy nem azért tudom, úgy éreztük valamit. Mi nagyon szerettük egyébként írva. Én arra emlékszem, hogy mint néző, én erre mondom, hogy én is, én nézőként nagyon imádtam ezt. Ez egy tipikusan olyan színház volt, hogy nagyon könnyedén megtörtént, és nagyon jól szórakoztál közben, és közben nem volt limonádé, tehát nem az volt, hogy egy ilyen, hülyéskedés az egész, és azon persze, hogy szeretünk nevetni, hanem ez egy jó gazdag anyag volt, és nagyon korszerű, tehát nagyon a mai korhoz abszolút, illeszkedik, ez egy zseniális cucc, nagyon jó alakításokkal. De ez jutalomjáték volt? Tehát szerettétek játszani? Nagyon. A fiúk szerették. De miért? De ezt akkor te nekem közöm nem volt ehhez a világhoz. Hát mert én egy naív fiatal lány voltam, én szerepeket akartam játszani, szerelmes akartam lenni a Top Dogs-ba. Meg hát ott volt a győző. A színfalak mögött az más. És egyébként pont egy turnén szerettetek egymásra. Igen, mert ezzel az előadással is. Top Dogs igazából. Hát akkor győző, még mit szeretsz? Mit akarsz ettől az élettől? A győző a Juti szerep álmainak köszönheti a Juti. De egyébként ez egy érdekes kérdés, ha már szóba került Szabó Győző, hogy amit mondtál, hogy, vagy Bodó Viktor is ilyen, hogy azt mondta az Adél, hogy olyan a Katona társulata, mint egy puzzle, és aki beleillik ebbe a dologba, az itt marad és itt van. És akkor ehhez a dologhoz hogy illeszkedik a Győző vagy a Bodó Viktor? Mert ők végül is nem lettek olyan hosszan társulati tagok, mint ti, pedig jól működtek. Sokáig volt a Győző szerintem társulati tag. Ezt mondjuk ő több helyen is lenyilatkozta, tehát nem fogok akkor titkot elárulni. Ugye ő elment az egyik része a bulvár felé, amit a Zsámbéki Gábor annyira nem... A Zsámbékinak annyira nem tetszett, és ezért ő elküldte. Ez ugyanaz, mint a Stoll András probléma a színházban. Igen. Lehet-e egy művészszínházba
Léhább dolgokban is szerepel. Igen, de ugyanakkor most szerintem... Most már nem az, hogy most már mindegy. De szerintem jót tett a győzőnek, hogy elment. De visszatérve a Top Dogs-ra, társadalom belül például az téma volt, hogy ha 16 évig megy egy előadás, akkor az nagyon erősen a humornak köszönheti, nem? Akárhogy csűrjük, csavarjuk, a legsikeresebb dalok mindig azok, amiken a legtöbbet tudnak nevetni az emberek, és egy picit ellentétben áll a Katona alapvetésével. Tehát a Katona vagy mindig is azt mondta, hogy mi nem az a színház vagyunk, aki olcsón szórakoztat, meg nem is biztos, hogy nevettetni akarunk csak úgy. Én szerintem a Top Dogs nem annyira jó példa, persze vannak benne olyan részek is, de szerintem pont abban a pillanatban nagyon megtalálta, tehát amiről szól, ez a menedzserek, uh-huh. Szerintem ez pont annak a kornak volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis része, amit megtalálta. Cég vásároltam. Igen, tehát rengeteg olyan ember érdeklődött. És magukon nevettek? Mert ez egy tükör igen, volt igen, neki. Igen. Rengeteg olyan embert vonzott be ezáltal a színház, akik nem a Katona rajongói, vagy nem egy ilyen általános katonás színházba járók voltak. Igen. Igen, mert akik nem akartak feltétlenül az orosz irodalom remekeihez igen, csatlakozni, igen. Meg a kortárs német drámához, hanem hogy valami ami őt velejében érint. Lehet, hogy összefügg azzal, hogy ez 2002, tehát akkor már 12 éve van úgymond kapitalizmus Magyarországon, tehát megérett a helyzet arra, hogy beszéljen a színház, nem egy ilyen kapitalista felállásról, mert ez az, hát ez tulajdonképpen válságban lévő menedzserek, középvezetők, top vezetők, akiknek tönkre megy az élete, a munkában, miközben azt mondja a társadalom, hogy a munka a legfontosabb. És tulajdonképpen ez svájci az író, és 50 éves emberekre írta, de Magyarországon akkor pont talán velünk egy idősek voltak, volt az a réteg, akikről ez szólt. Meg egy kis adalék ehhez ugye, hogy Bakosi László rendező, az ugye Stuttgartban művészeti vezetője egy neves európai színháznak, csak egy ilyen érdekes magyar helyzet. Akkor nézzünk egy másik hangjátékot is. Először csak hangban. A matematika törvény. Ez furcsa lesz, hogy én nem tudom zavarni. Ez a lényeg. És nekem nem jut eszembe. Neked nem jut eszembe. Ez én vagyok szerintem. Ez szerinted te vagy? Jézusom. Na hallgassuk meg még. Nem jut eszembe. Ez te vagy? Vagy ki volt? Én Gobi Hilda? Ki volt ez? Gandhi volt. Az ő és Gobi Hilda. De miért? Megvan? Tudom, hogy megmutatjuk képet. Ja, persze, oké, jaj, Isten. Túl közeli emlék. Gondolkodtál. Igen, így, igen. Te is az vagy, aki csak arra nem emlékszik, ami tegnap történt. Ami 20 éve, az meg. Megmutatjuk képpel. Megvan. Ez az Isten haza család, Tarnóczi Jakab rendezés és 2021-es. Igen, én meg azért bemutató. Akkor megláttam a képet, hogy akkor is egy másikra gondoltam. Mire gondoltál? Ugye? A Nick Payne, amit csináltunk a Gáborral. Hát van is, én még nem találtam meg. Ott is mondom az Andinak, hogy nem akarok zavarni. Ott is mondok egy ilyet, nem zavarsz, egyáltalán nem zavarsz. És megnéztem, jó, ez az Isten, az a család. Hát vannak ilyen áltatások. Érdekes egyébként a színész életében, hogy úristen, hány darab van a fejetekben, neked is 20 év során. De az is vicces, amikor egy baráti társaságban ülünk, és mond valaki egy mondatot, szerintem sok színésze megesik. Teljesen másról van szó, és így megállok, hogy ez miért ismerős ennyire, pedig csak egy mondat, azért, mert egy darabban volt. Volt egy darab. De ezt a darabot, hát ezt nagyon-nagyon szeretem. Ugye én ebbe beugrottam. Nem én lettem volna. Lehel volt, még ő kezdett el próbálni. Ez 2021, tehát pandémiás időszak. Látunk igen. Egy időt. És akkor a Kovács Lehel kezdte el próbálni, aztán ő elment a színházba, és beugrottam, folytattuk a próba folyamatot, és hát ugye van benne egy olyan rész, amikor én pár percig mesztelen vagyok,
Ezt most csak azért említem meg, mert a Lehelnek, Lehellel beszéltem telefonon, és mondtam neki, azt a milyen szituációt képzeld el. Mondta a Jakab, hogy amit szeretnék nyugodtan, csak nagyon jó lenne annál a résznél, gusztustan, hogy vehette magát a családba, hogy akkor jelenjen meg. És akkor mondtam neki, és mondta, hogy röhögött, mondta, hogy hát ez valószínűleg azért van, mert a próba folyamat alatt ő csinált egyszerűen. Mondta a Jakab, hogy figyelj, gyere be és lep meg valamivel. Ha jó, kiment, levet között, és visszajött. Kinézte, és mondta, hogy mondom, akkor ezért hagyták benne, mert ugye ők írták aztán a szöveget. Mondom, jól van, akkor köszönöm. De nagyon szeretem. Na de itt van egy kulcs, ők írták a szöveget. Tehát ez megint egy érdekes rendezői módszer, hogy a Jakabnak ugye nem csak a mostani előadásai, hanem mondhatjuk azt, hogy ez a Katona József Színháznak is a legújabb korszaka, ahol megint egy kicsit ilyen független színházas elemek jönnek. Jakab nagyon, tehát nagyon tudja használni a színészek kreativitását. Uh-huh. És az egy nagyon nagy élmény. Van olyan rendező, akiben az a jó, hogy mindent meg tud mondani pontosan, hogy mit csinálj. És hogyha azt úgy csinálod, akkor jó lesz az előadás. Például Pintér Béla, ő így dolgozik. De Jakab, ő kíváncsi arra, hogy te mit fogsz ehhez hozzárakni. És akár szövegben is. Ettől nagyon a sajátod lesz az a valami, amit csinálsz. Meg nekem az az érdekes a Jakab kapcsán, hogy ezek a Tarnóczy Jakab rendezések már majdnem olyanok, mint a filmek lennének. Igen. Tehát nagyon nagy élmény nézőként a sok zene, meg a furcsa mozgások miatt látni, hogy ez már majdnem olyan, mint egy ilyen Pina Baus színház, hogy már nem tudom, hogy ez táncszínház, vagy prózai, vagy zenés, de valami jó dolog történik, tehát hogy nagyon erős hangulatok bombáznak. Igen. De ezért szeretem a Melancholy Rooms, amit mondtál, ez a Pina Baus, ez a mozgás, ez a tánc, mert nagyon jól esik nekem ilyet csinálni. Hát ott szöveged nincs is, nem néha kell motyogni, de nem nagyon. Igen. Tehát amit a testem kifejez, és az, nagyon óckodom mindig az improvizálástól, és aztán rájövök, hogy itt például a Melancholy után is, vagy így közben is rájöttem, hogy mondjuk a Jakab személyisége is olyan, hogy úgy bizalmat ad rögtön ebbe, és akkor nincs az embernek rossz érzése, hogy most nagyon rossz lesz, akkor mi lesz, vagy nem tudom, és akkor jó, tehát olyan jó fajta improvizálások születtek a próba folyamat alatt is. Mindenki életében vannak rossz, meg jó instrukciók. Ki mire emlékszik? Föl kéne elevenítenünk először, hogy milyen instrukciók vannak, és aztán megpróbáljuk a szövegkörnyezetbe ágyazni. Elmondasz először egy instrukciót, ami neked emlékezetes? Hát a Végvári Tamás játszott velünk mindig a előadások előtt. Először folytatni kellett a másik szövegét. Tehát mondott egy szót a darabból, az adott darabból, és aztán folytatott. És utána pedig a következő játék az volt, amikor az írói instrukciókat kérte számon. De ez jó, ezt próbáljuk majd most megidézni. Tom Stoppárnak, és ezt most én igazából tőletek fogom kérni. De mondd el, most csak beszéljük meg az instrukciókat. Az volt a jelenet, hogy a Rosenkrantz után, ez egy néma jelenet, tehát ez egy igazából egy lelki állapot. Utána néz annak a színésznek, aki a királynőt játszotta. Kétségbe esett léhasággal. De ez az instrukció, hogy kétségbe esett léhasággal. És egyébként annyit... De kétségbe esett az elhasználkozik. Kellett meg volna és mit csinál? Ő nem tudta megoldani, a Szacsi. Tehát azt mondta a végben, hogy jó, Szacsi. És a Szacsvai László azonnal megoldotta. Tehát egy olyan arcot tudott vágni, hogy kétségbe esett léhasággal. De várjál, de a léha ebben... Hát igen, léha. A léha az nem csinál semmit, a léha ne, az kicsit... Léha. Én kettőbe nem, tudom, semmi. Sajnos egyben nem. A léha az... Ez a léha szexuálisan motivált. Vigyázz! Az a léha. De a léha az miért szexuálisan motivált? Ezt én sem értem. Én is így gondolom. Léha. A léha. De miért? Így emlékszem, hogy ez azt jelenti, hogy valami szexuális töltet a léhasság. Igen. Így van. Léha. Az is léhában mi a szex? A léha az... Én azt hittem, hogy ez ilyen léha, én tehát ilyen nyomot, hát, vagy ilyen semmi. Nem tudunk, olyan, mi nem tudunk valamit az életről. De szerintem a kétségbe esett léhaság ebben az esetben, akkor mi van? Kívánja a királynőt, de soha nem érheti el. Béla, neked semmi. Nagyon valami. Béla a kétségbe esettet csinálom. Most a léhaság. Most csak beugrott konkrétat, nem tudok mondani, de azt szerintem a Bodónak volt, hogy ezer ilyen, hogy hajszörnyet, és közben meg
gyere rá, hogy éhes vagy, és inkább hazamész. Tehát körülbelül ilyen két hátul 20 méterről lezerállnak a díszletében, és csak ezt hát csinálnak. Hát az állandó vagy. Sírás, hát emlékszem, ott mindig az volt a probléma, hogy ott sírnod kellett, volt egy olyan... Az elején a jelen, igen. Ja, lehet, hogy az is, hogy mire gondolok. De neki sok ilyen őrület volt, tényleg bármi, amit hát ez egy játék volt a részéről, nem? Hát igen, nem de közben meg nem jó, csinálna még egyszer. Volt ilyen, amikor tudta annyira stresszelni az ember. De amint egy, az csak konkrétan jut eszembe, de komoly instrukció volt a Gotár Pétertől, amikor háttal voltam az Ivanovék karácsonyában, előtte volt egy ilyen frakba, bekötött szemre egy baltával, ott is pont egy mesztelenkedés volt, háttal voltam, és akkor valami olyan instrukció volt, hogy közben megkívánod őt, megszereted, de inkább beletörődsz abba, hogy ebből ma nem lesz semmi. Na, de háttal voltál. Hát, hogy így mondtam ezt akkor, hogy ez csak egy pár ilyen gesztus, valami leengedtem a baltát, és nem tudom, valamit így csináltam a háttal, aztán... A válladdal eljátszottad? De igen, tehát ilyen jut eszembe. Tőlem is úgy kérte a Gotár Péter instrukciókat, hogy egy aktatáska volt a fejemre húzva, és akkor úgy játszom el. Inkább az volt nagyon érdekes akár a Péternél, hogy egy szó, szeretlek, most egy közhelyesebb, de hogy akkor viszont ehhez olyan instrukciókat adott, meg olyan mondatokat, meg olyan múltbéli dolgot a saját életével kapcsolatban, vagy akár veled kapcsolatban, hogy még mélyebbre megy, nem jó. Még mélyebbre, hogy igazából el tudsz oda jutni, ahogy az elején mondtad, hogy szeretem, de mégis ezeket az utakat végig kellett járnod, és mégis kicsit máshogy mondtad. Igen. De ez a legszebb az egészben. Eszedbe jutott instrukció? Nem, igazából az a baj, hogy... Lehet jó instrukció. Nem, most nem is az instrukció, hanem egyszerűen az Asher Tamás bármelyik megbeszélésében van ezer olyan szópár és gondolat. Egy jutott eszembe, mert nem is nekem mondott, és nem is egy instrukció, hanem inkább egy elleninstrukció, hogy a Ónodi Eszter mit ne csináljon. Fényevők című előadásban volt, és akkor csak mondta, hogy valamit így az Eszter így a Fekete Ernőre így borult rá, és akkor mondta, de ne omolj rá így, mint egy ilyen ömleteg omlany. Ömleteg omlany. És mindig jól nálok tudta a kezembe jutni, és annyira találó volt valahogy. Van, amikor nagyon költői az instrukció, az nem tudom, hogy jó-e. Valamikor meg egyszer, amikor a Vili bácsinak mondta az Asher, a legvégén, az Ivanov legvégén, ne játssz öreget! És ráüvöltöttem, szegény drága Vili bácsi ment át, és így, tudod, emlékszem. És erre mit reagált? Hát, akkor próbált egy kicsit lassabban menni, gyorsabban. Bodó Viktor, instrukció tehát, hajj meg úgy, hogy közben eszedbe jut, hogy éhes vagy. Inkább igen, éhes, és inkább hazamész. Ez milyen instrukció? Tulajdonképpen Bodó Viktor, ti nem is csokoltatjuk. És iszunk. Ja. Azt próbáltam. Jaj, megittuk az instrukciót. Igen. Elkaptál minket, nagyon jó rögt. Micsoda ajánlókat lehet ebből csinálni. Jó, volt Eda Gáber inspiráció, fegyet. De mennyit dolgozolt a lélegzéssel? Tudod ki, hogy ez a Bánság Ildikó. Ő még ilyen nagy szuszogó, aki imádja. De miért? Csodálatos színésztő. A levegő. A levegő használ. Ja. Béla vagy Judit? De. Passzolsz? De most a Júci már csinál. A Apriolo. Jézus Mária. Hajj meg, és közben rá kell jönnöd, hogy éhes vagy, és hazamész. Ó, bazd meg. Jó.
Jó, nem jó. Tárcirázni. Azt hittem, azt mondom, hogy jaj, de éhes vagyok. Nekem azt kezdtem, hogy közben voltad, hogy ah, bazd meg, mi a fasz csináljak, még voltam egy ilyen pillanat. Olyan jó lenne, még meghalnám, minden, muszáj elmennem. De jó lett volna ez, aj, de éhes vagyok. Ki lehet oda, legegyszerűen, hát Béla. Jó, most mindegy, nem tudtad semmi eszembe, hogy élem. Jó, ez egy kis történet lesz. Belőle, gondolom. Ez jó lett volna, ezt a Bodó megvette volna. Igen. Ez sokkal. Különben akkor. Nem, most az allergiás rohamot kaptál. És csak kitaláltam most ő. De ez egy méhecske megcsipet és allergiás rohamot kaptál? Nem, egy repülőgép rám esett. Én egy darázsra gondoltam. Ja, nem tudtam, hogy én is egy darázsra. Hát egy repülőgépet akartam utánozni. De akkor miért így, hogy... Hát az szúnyó, nem messze van. Csak egyre hangosabbak. Repülőgépnek készült és darázs lett belőle. Na jó, figyeljetek, de ez a szírás szépség. Játék, hát csak játék, nagyon. Végül is szösszeretet szórakozom. Mutatok, na most jön egy olyan fejezet. Mutatok nektek fotókat, és akkor ebből lehet, így lehet válogatni. Jó, és akkor akinek ami eszébe jut, az már mondhatja is, gyertek ide, itt lehet kirakunk több mindent. Itt van sokfajta szerep van. Gyertek, oda néz. Béla kezdi? Csak én megláttam, igen, a jazztetést. Mi ez a hang? Na, az egy jó fejezet, egy pillanatra majd, még utána föl lehet. Jazztetés. Jazztetés ügyebár az 2007 Máté Gábor rendezés, és mutasd, fordíts ki, és mindenki lesz. A jazztetés kapcsán az egy nagyon érdekes pillanat, hogy zene és színház találkozása. Tehát ez is a Katonának egy új arca próbált lenni, hogy most akkor ti hogyan tudtok zenélni, és hogyan tudtok? Hú, hát neki készültünk, hát én doboltam, nagyjából úgy dobolgattam, valamilyen szinten tudtam, hát ilyen alapszinten tudok most is dobolni, de az egy, az akkor, tehát nagyon sokat tudnék róla beszélni, a legnagyobb döbbenet az az volt, amikor az A38 hajón bemutattuk, mert ott volt a bemutató előadás, és előtte az ember azért mégiscsak izgul egy premier, ugye az ember kicsit izzad a keze, remeg a lába, jó, bemegy a színpadra, és akkor beszél. És ülök kint a hajón, és azt hiszem, hogy remeg a kezem, és izzad, és miközben dobolnom kell. Tehát én ezt nekem nem fog menni, tehát ott annyira nagyon féltem, annyira nagyon izgultam, aztán belazultunk. Ez inkább mint... koncert, vagy színház? Vagy színház-koncert? Inkább színház ezt? Azért, inkább színház. Volt egy-két ember, aki úgy jött el, hogy azt hitték, hogy most egy olyan dolgot látnak. Persze ahhoz képest minőségű volt, hogy színészek vagyunk és zenélünk, de hát nem vagyunk zenészek. Ez pedig Vörös Sándornak a Szent György és a Sárkány. Á, Törőcsik Marival. Igen, ő volt a főszereplő. Én egy nagyon pici szerepben voltam jelen ebben az előadásban. De volt egy mondatom, ami, tehát hogyha nézőként így jöttek hozzám, akkor úgy mindenki mondta, hogy jaj, hát az milyen csodálatos volt ez az egy mondat. Hú, várjál csak, pedig tudom. Ez vicces, sajnos már nem emlékszel. Nem tudom. Ó, basszus, az első felére nem, hogy, ja igen, de, az volt, hogy tehát ilyen tömegben álltunk ott, és akkor, hogy elmentek a Tibiék, és akkor én azt mondom, vagy Ervin, már nem tudom, és akkor azt mondtam, hogy hol van az ő templomuk, futnék oda, és akkor kiálltam, és akkor így szépen úgy utána mentem, és így néztem, mint egy ilyen bódulattal, hogy
hol van az ő templom? Na most ez az ő tök hülyeség, hogy én azt így elkezdtem mondani. Nem, mert ez egy, csak futnék oda, és akkor ez olyan, tehát hogy nem tudom. Egy olyan pillanat volt, hogy megragadt a közönségben. Igen, igen, és akkor vannak olyanok, akik így ilyen egy mondatból is így tudnak, és akkor viszont utána nagyon sokáig én attól féltem, hogy nehogy az a színész legyek, aki ilyen mondatokat kap, igen, mert ugye azt így jól meg tudom oldani. Hú, ezek a nagy színészi félelmek. De borzasztó, hogy milyen fiatal voltam, úristen. És ez, hogy soha nem voltam elégedett magammal, és így visszanézem most magammal, jó, és hát azt mondom, hogy olyan mindenki. Szép kis csaj voltam. Nagyon. Tehát, de ezt tudod, ez vonatkozik a jelenre is. Tehát ezt kell átolni a jelenbe, hogy az legyen, hogy megint 20 év múlva jössz rá. Muszáj, de most is ugyanezt érzem. 20 év múlva meg ez a pillanat lesz. Hát ezt mondom. Igen, mondjad, Takit, amit vettél ki? Én a Halász Péternek a Hírszínházából van ez a fotó. De Halász Péternek itt a 90-es években volt egy óriási korszak a színháznál. Igen. Arról mondanál pár szót, hogy ez milyen időszak volt? Hát talán a legemblematikusabb pillanat az volt, amikor tréninget tartott a Péter nekünk, hogy hogyan kell nála játszani. És Tímár Andornak azt mondta, hogy menj oda a falhoz, és abba a dugajba dugd be a konnektort. És Tímár Andor, mint ahogy mi mindannyian, szépen fölment a színpadra, és eljátszotta, hogy bedugja. És azt mondja, nem. Szeretném, hogyha oda mennél, és bedugnád a dugajba a konnektort. És egyszer csak, tehát, hogy itt kinyílt előttünk egy világ, tehát azt addig csinálta Andor. Mármint becsukódott. Amíg meg tudta csinálni. Soha többet nem lehettél sok. Én nem csak az, hogy sok, hanem hogy tulajdonképpen a Péter azt mondta, hogy a karakterek azok kardigánok. Tehát, hogy azokat le kell venni. És akkor szépen, tehát a Hírszínházban reggel megkaptuk a szöveget 10 órakor, és délután 6-ig mindent le kellett venned magadról, ahhoz, hogy aztán utána teljesen egyszerűen és természetesen meg tud nyilvánulni a színpadon. És ez nehéz folyamat volt? Nagyon izgalmas volt. Sokszor nehéz is volt adott esetben, mert valamiért nem működtek ezek a szövegek, hogyha elkezdtük eljátszani őket. És az ember megszokott valamit, megpróbálta, és egyszerűen nem működtek, és aztán utána, amikor meg eljutottunk a teljes egyszerűségig, akkor meg nagyon működtek. Hát talán Halász Péter az első olyan külsős ember, aki valami más szemléletet hoz be a színházban, nem? Tehát a 80-as években egységesebb a katonának a rendezői arculata, és mint hogyha Halász lenne az első Bodó Viktor, ha lehet ilyet mondani, vagy az első olyan meg az első olyan rendező, külső aki erő, aki valami fogadni. Más energiát hoz igen. be. Meg be tudta fogadni a társulat, és ez egy nagyon fontos dolog volt. Hát mindenki szerette és tisztelte, nem csak befogadni. Igen, sőt, így van. Igen. Így van. Hát óriási, tehát a magyar színház történetek ez egyik legnagyobb alakja, Halász Péter. Így van. És tulajdonképpen szerintem a színészetet is megváltoztatta ebben az időszakban, és valóban el tudtunk menni a teljesen természetes szerepformáláshoz, vagy addig kellett eljutni. Tehát, hogy ez aztán utána megtermékenyítette a többi előadást is. És nálad mi van, Adél? Mit vettél? Én a Bajnokból egy. Ó, hát a Bajnok, a másik ilyen óriási külső energiaforrás, Pintér Béla, igen. Mint akkor egyik legnagyobb magyar színház csinálója és rendezője megérkezik a katonába. Igen. Szerintem erre Béla szerintem erre büszke volt, ti meg már nagyon vártátok, nem? Szerintem igen. Nagyon vártuk, és nagyon jól is esett nekünk akkor, hát az egész ötlet csodálatos volt, meg az opera kötött formája is, és ezen belül a Béla írása, meg ez a szövege, ahogy lerántja a földre a Lacikámmal, meg Sanyikámmal a Puccini áriákat. Szóval nekünk ez egy, nem tudom, tehát szerintem ez egy nagyon nagy élmény volt, és egy elképesztő jó találkozás a Bélával, és egyébként neki is szól azóta is mind a kettőnket így tulajdonképpen nagyon megszeretett ő is, és hív magához, úgyhogy nekünk ez egy nagy találkozás volt, és én még külön azt mondhatnám, hogy életem legnagyobb sikere ebbe volt, és a medve szerepében.
Ja, te vagy a medve? Ja, de neked kellett a medvét is hozzá. A medvén én nem látom. Medve én is vagyok, úgyhogy ez egy verseny között. A nézők nem tudják, hogy a medve az egy kis közjátékban, egy kis szösszenet tulajdonképpen. Hát én azért, szóval... Nem úgy, de azért... Olyan, mint a Juci egy mondata, az szóval ezt megjegyzik. Azt nagyon megjegyzik. És mivel nem tudják hova lakni ezt a jelmezt, kint van itt egy ilyen... a raktáron kívül, ezért minden nap találkozunk. Igen, én minden nap megsimogatok. Te is? Hát ez egy csodálatos előadás, és szerintem a Pintér Béla életműben is egy fontos pillanat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy előadás. Érdekes vetületei vannak, ugye, mert ti csodálatosat játszotok benne. Ez egy komoly dráma. Nagyon jó a humorra az előadásnak, meg a zeneisége. De hát itt volt botrány is, tehát végül is a társulat ezen könnyen túlment, hogy itt az aktuál politika kapcsán belenyúltatok valamibe, ami sok embernek nem tetszett. Ezt hogy éltétek túl aztán? Hát mi csináltuk a dolgunkat színészként, de hát itt inkább fent mentek a tárgyalások, meg az, hogy ilyet lehet-e? Itt fölmerült, hogy szabad-e ilyet csinálni? Igen, bár bennem is fölmerült. Igen. Színészként is fölmerült, hogy én nekem meddig van felelősségem egy ilyenbe részt venni, vagy benne lenni. Sütöttél valamire? Hát látod. Azóta is játszátok, és nincs idő ezt rendesen átgondolni. Hú, hát ez ebbe azért van bennem sok minden, tehát nem csak az, hogy én mit gondolok, az is benne van, hogy azért gyáva vagyok, vagy azt mondani most a színházból, hogy bocsánat, én ezt nem fogom megcsinálni, mert azért kicsit azért is, mert felül emelkedik bennem a színészi önzőség is, hogy ez, hogyha úgy nézzük, az akkor egy olyan szerep, amit meg akarok csinálni, mert én ezt nem azt az egyént látom benne, meg nem azt az instrukciót kaptuk sose, hogy azt az illetőt játsszuk, hanem volt egy sors, amit nekem el kell játszanom, és ezek az izgalmasak. A másik meg az, hogy hát régen is azért voltak ilyenek, nem? Hogy az adott korból vettek ki embereket. Igen, és azt mondanám, hogy Béla korunk Moliárja, és hogy valóban ez lehet, hogy maga a téma nem feltétlenül a saját fejéből pattant ki, de mégis annyit val benne ő maga, tehát soha nem, tehát onnantól kezdve, hogy megvolt írva ez az alaptörténet, mi ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk, és a Béla az Ervin személyiségében főleg saját magából vallott rengeteget. Ez is egy nagy pillanat volt, tehát és hogyha valami felkavaró, vagy ha valamilyen tüzet csinál maga körül, szerintem azért az mindig érdekes, tehát az mindig egy ilyen helyzet, hogy na, akkor itt azért valami csak történik. Hát ezzel a kapcsolatban egyébként az történt, hogy nem, de szerintem amúgy is ez történt volna, de nem lehetett jegyet kapni, talán még a mai napig nagyon nehéz a bajnokra. Következő játék, egy ilyen kis pszichológiai vallomás sorozat lesz. Nem kell sokat gondolkozni. Aki amilyen szót kihúz, arról mondj el, hogy a színház vonatkozásában mi jut eszébe. Vannak könnyedebb szavak, és vannak kemény szavak. Ami jön, az jön. Tessék, aki markolj bele, húzz egyet. Ó, egyből a legtetejéről. Úgy érzed, az segít? Mutasd is ki. Ó, szorongás. Szorongás. Na, ez egy komoly szó. Ez egy jó szó, igen. Beszélhetsz a saját szorongásaidról is. Én egy nagyon szorongó ember vagyok. Egyszer észrevettem azt, hogy annyira szorongok, hogy direkt nem tudok róla. Ugyanakkor a színpadon ezek valahogy mindig megszűnnek. Tehát, hogy fura módon nem alakult ki bennem pánikbetegség attól, hogy színész lettem, hanem hogy pont, hogy azok a pillanatok, amik a színpadon vannak, számomra az az élet, az a ott jó élni. Ott nincs szorongás. Ott nincs. Jó. Bele is tud vagy a másik vödő, tessék. Jó lesz tetszik? Ez, remélem. Itt nincs remény. Itt, itt az igazság. Na, angyalok. Nem mondom. Na, már, mit sugnak az angyalok? Mutasd. Gyerek. Gyerek.
Hát egy színésznő esetében ez nem egy könnyű feladat összeegyeztetni a kettőt. Nekem csak egy gyermekem van ebből kifolyólag. De nem az van, hogy az már jó? Tehát nem hát az igen, van, igen, hogy, igen, hogy van és gyerek, ráadásul... tehát hogy már jobban állsz, mint akiknek nincs. Igen, csak hogy azért mondtam a Jucinak, kettő van, látod? Amennyiben ez verseny. Meg a Rajkai Zolinak négy, úgyhogy. Igen, de ő színész, az más. Színész, tehát ő... Az igen. Más, hát igen, ez itt, de egyébként, na igen, szóval csapongok, de tényleg nagyon nehéz összehangolni, nagyon nehéz. Én most például pont azon vagyok, hogy csökkentsem az előadás számaimat, ami azt jelenti, hogy nem tudok vállalni, bármennyire is szeretek próbálni, de nem tudok vállalni sok új darabot, mert azok növelik azoknak az estéknek a számát, amikor nem vagyok otthon, és ez egy kisgyerek esetében azért én többet játszottam, mint 15 egy hónapban, ami azt jelenti, hogy egy hónapnak a felében, a fürdetésnél én nem voltam. Hát este te nem vagy otthon. Igen, ami egyrészt... Visszavonod, szorongás, sikert a magyarázat. Lehet halmozod, de végén, aki utoljára húzana van, mi lesz? Ezt is hozna nagyon, egy borzasztó rossz érzés. Másrészt pedig én magam is, és nagyon sok kisgyerekes anya számolt be, hogy előtte az volt a megterhelő, amikor bejöttek játszani, a gyermek előtt, hogy születés előtt, hogy úristen, ma ezt játszom. Megszületik a gyerek, és onnantól az mondja, hogy ja, ma bemegyek játszani, ja, ma akkor nyugi van, jó, akkor ma. Menekülés. Semmi probléma, nem is menekülés, hanem egyszerűen tényleg akkora, hát de te is tudod, szóval akkora energia. Én is fiú vagyok, egy kicsit szerintem az a lányok ezt tényleg jobban tudják. Szóval az akkora energia odaadás a gyermekednek nincs akkora, mint amekkorát a színpadon. Tehát nem tud egyszerűen akkora lenni, mint amekkorát a színpadon. És ettől egyébként szerintem a legtöbb színésznő lazul, és sokkal jobb színész lesz, mint előtte, pont emiatt, mert egyszerűen, hogy ja, na jó, akkor most itt vagyok, csinálom, tudom élvezni. Szóval nagyon összetett és ambivalens ez a dolog. A gyereket sokat volt a színházban? Mert te gyerekként sokat voltál színházban. Igen, én próbáltam erre szoktatni, nem akarja. Nem akarja. És akkor ezt tiszteletbe tartom, és egyébként jó is így. Meg most már nagyobb is, tehát el is van otthon, nem egyedül, de hogy ő így döntött, és egyébként örülök neki. Szóval én megfertőzöttem, ő meg nem. Na hát akkor melyik tetszik? Túrjál bele. A másik. Tessék, csak tessék, alulról, előről, ahogy tetszik. Ajándék. Ajándék. Hát ajándék is lehet sok minden. Igen. Nem örülök. Fasz, nem örülök, pozitív szót kapott. Nem tudom, mert... Lehet, passz, akarsz újat húzni? Lehet olyat. Passz. Azt mondod, ajándék, jó, köszönöm, premier ajándékokból hát van mindig bőven. Nem kaptál senkitől egy jó ajándékot? Nem tudok premier ajándékot adni. Egyszerűen én nem vagyok az a típus, aki ajándékozik premier ajándékokat. Sajnos. És vannak, akik viszont nagyon, és akkor azok idegesítenek téged? Nem, de egyáltalán nem idegesítenek, mert tök jól esik, hanem inkább szorongok. Nem, tehát, hogy inkább az van, hogy úristen, annyira ciki, hogy én meg nem vettem, vagy nem csináltam nekik semmit, és akkor az úgy rossz érzéssel tölt el, de valahogy annyira benne van az ember a főpróba héten be az egészbe, hogy valahogy az hát én sem vagyok, túl ajándékozni, egy akkora teher, hogy basszus, tényleg, még valamit, hogyha veszel valamit, az béna, még csinálni kéne valami személyeset, vagy valami igen. Nagyon frappánsat. Melyikből szeretnél húzni? Mindegy. Szent. Na. A színház kapcsolatával? És szerintem ez egy nekem... jó szó. Ez a jó szó, csak hogy nekem erről... Béla, nyugodj meg, nézd magadba, és kezdj el beszélni. Én annak érzem magam ebben a társulatban. Nem, de hogy érzem annak, nem egyáltalán. Szent. Hát, fú, ez most így... Hát ebben ez a jó. Belehúztam. Mármint, hogy inkább erről a magánéletem, meg a hitem jut eszembe, meg az, hogy mit kaptam a jó Istentől, hogy, és ez egyben az ajándék is, ha már most így összevethetem. Mindent összelehető. Hogy a kis Bélucci, aki Pilisvörösvárról elindult,
mennyire csodálatos, hogy végül is eljutottam tényleg úgymond a katona színpadára, és eleve azt tehetem, amit akarok, amit a legjobban szeretek csinálni, ami biztos, hogy sérülésből is akad szerintem, vagy mostanában próbálom ezeket felfedezni, hogy vajon mi miatt lettem színész. Gondolom, szorongás is közrejátszik, meg majd a gyerek is, de hogy ez nekem pont elég, pont jó dolog az, amit kaptam, vagy amit elértem eddig. Adél? Akkor most azt. Most ezt, ebből. Hát akkor így. Vacsora. Hát, vacsora. Mit szerettél volna húzni? Hát valamilyen kemény, szent, mi? Vagy valamilyen szent vacsora. Van benne olyan is, hogy halál, meg ilyenek, de van minden. Valami ilyesmi. Nem jó a vacsora. Nehéz színészként, hogyha játszol, akkor a vacsorával bánni, mert előtte sem jó enni egy olyan két óráig, vagy hogy mondjam, tehát hogy előtte sem jó, két órával előtte jól befejezed, illetve ismerek olyan színésznőt, aki alaposan meg vacsorált színpadra lépés előtt régebben. De... Ez miért jó, mert neki az a biztonság. Igen, én soha nem szerettem üres gyomorral. Ja, ezt te vagy. Mindenki ezt néz, vagy páran így, vagy te hogy bírsz? De hogy nem akármiket, szóval. Itt a büfében, ott ülték késsel Vilával, mindenki jött, ment kávézott, te meg ott egy kétfogásos vacsorát lenyomtál. És akkor előadás után sem a legjobb enni, mert akkor meg már egészségügyi okokból és hízás, és tehát, hogy közben az ember, hogyha hát, hat után nem eszünk, érted? De... Akkor szükség hány éves vagy? Ugye? Hát a mikorunkban hat után nem eszünk. És akkor ezért nagyon nehéz belőle, de mivel egyébként most már ezt a hat utánt választom, ezért igazából tök mindegy, akkor eszem már fél hatkor vagy ötkor, és akkor befejeztem. Ja, és még annyi a vacsoráról, hogy régen iszonyatosan jó kellék. Kaják voltak, tehát volt olyan, amikor például a nyaralásban emlékeztek, kolbász, szalonna, fehér kenyér, és direkt hoztak, de a legjobb helyek. Vagy a portugál után. Portugál, babgulyás, vagy a csirkecomú, tehát hogy tényleg olyan kaják voltak, hogy az ember nem bírt nem enni, és volt is egy ilyen teóriám, hogy amit a színpadon eszel meg, az nem hízdal, ugyanúgy, hogy... Micsoda titkokat tudom meg, ez nagyon nem tudtok. Igazából szeret bele úgyse, vagy igen, szóval ez, de hogy általában nem igazi, tehát igazából semmi nem igazi, akkor ez most miért lenne pont, ez miért hatna pont úgy rám? Ez ilyen jó. Győző csinált az melyik előadás után, hogy mindig hozott... Sokszor. Igen, a barbárok. Barbárok. Akkor már visszatért a színházba, tehát egy vendég. Mindenkit megvendég? Vendég szerepnek. A kulináriumból, bocsánat, hogy ez nem a reklám helye, de a legjobb sajtok. Olivabogyók, kolbászok, májak. Milyen kedves gesztus. Igen. Mindenkit így. Tehát tulajdonképpen szerintem az aznapi gázsiát, és még sokkal többet erre költött. Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést. Én szerintem valamit fel tudtunk villantani a katonából ezúttal is. Sosem tud ez teljes lenni, de ez mégis szerintem valahogy így jó, így működik. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tök jó volt.